mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az Oldalvonal, a legújabb része innen az NVM Domtól, ahol a magyar jégkorong válogatott a mai nappal befejezi az idei jégkorong szezont hivatalosan is, és hát ennél jobban nem is lehetne befejezni, hiszen a válogatott megnyerte a divízió 1/A-t, és visszajutott a világelitbe. Gratulálok a srácoknak, fantasztikus volt, főleg a szlovénok elleni mérkőzés utolsó pillanatai, de sikerült, és újra ott vagyunk a világ legjobbjai között. Jövőre újra a 16 csapatos VB-n fog majd szerepelni a magyar jégkorong válogatott, ami egyértelműen mondhatjuk úgy siker, hiszen azért a múltkori világbajnokságon is csak szétlövéssel maradtunk ahol az osztrákkal szemben, és végül is estünk ki a világbajnokságon, viszont ez a visszajutás mindenképpen erőt adhat ennek a megújuló, fiatalodó magyar válogatottnak, úgyhogy még egyszer gratulálok a fiúknak. Egyébként ugye az olaszokat is vertük, a szlovénokat, és ugye győztünk Dél-Korea és Japán ellen, csupán a Románia ellen, ugye, ahol nagyon sok magyar erdélyi hokis volt csapatban, tőlük szenvedtünk vereséget, az összes többi mérkőzést megnyertük. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó alap volt ez a világbajnokság. Nagyon sok magyar szurkoló kísérte el a srácokat Bolzánóba, fantasztikus hangulat volt, sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni, viszont mindenképpen gratulálok a szurkolóknak is, hiszen fantasztikus atmoszférát teremtettek, ami egyébként a tévén keresztül is átjött, szóval azt gondolom, nagyszerű VB-n vagyunk túl, és hát egy nagyszerű mérkőzés következik, így a végére mondjuk úgy, hiszen Kanada válogatottja következik a mieinknek. Elmúlt évben is játszottunk Kanadával egy felkészülési mérkőzést, igazott vereséget szenvedtünk, viszont 2 gólt is ütöttünk, és fantasztikus hangulat volt akkor az NVM Domba. Hát remélem, hogy ma is hasonló lesz. Én bízom benne, hogy a nagyjából 15-16 ezer kilátogató szurkoló fantasztikus atmoszférát fog varázsolni ide az NVM Domba. És ami szintén fontos, hogy hát azért lesznek majd olyan játékosok, akik el fognak búcsúztatni a válogatottól a mai napon, illetve nyilván a kanadai válogatott is fontos lesz, hiszen rengeteg sztár fog pályára lépni. Nagyszerű tartalmat bízom benne, hogy sikerül hoznom nektek. Sok góllal és jó szurkolással, nincs is más hátra, gyertek, tartsatok velem, de mielőtt elindulunk, ha nem tettétek, megiratkozzatok fel az Oldalvonal a YouTube csatornájára, nyújtok egy lájkot a videóra, és kommentetek lent a komment szekcióba, és ha tetszett a tartalom, ne felejtsétek el megosztani barátaitokkal, és a többiekkel, hogy ők is láthassák, hogy milyen jó magyar jégkorong mérkőzésekre járni. Ezen felül, ha szeretnéd támogatni az Oldalvonal működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőséged a PayPal-on, melynek linkjét megtalálod a leírásba, tudsz támogatni Revoluton keresztül, szintén a leírásban megtalálod a küldőlinket, és a szuper köszönet segítségével, mert a lájkon mellett majd jobbra találsz meg, és ezen felül kövess be a közösségi médiás felületeken, várok az Instagramon és a TikTokon, ahol személyes profilomon az Ember Norbi fogsz majd elérni. Ti szoktam érkezni különlegesednél különlegesebb tartalmakkal, úgyhogy várom, hogy kövessetek be, és találkozunk azokon a felületeken is. Instagram, TikTok, Ember Norbi. Úgyhogy nincs más hátra, irány az aréna, hajrá Magyarország, hajrá magyar jégkorong, bízunk benne, hogy a srácok ma is egy emlékezetes estét fognak varázsolni itt, az NVM Domban.
és ebben a pillanatban ledobták a pakkolt, és a magyarok hozzák az első bulit a mérkőzésen. Pirosban Magyarország, fehér, feketében pedig Kanada válogatottja. Itt a mérkőzés itt az MVM Domba, ahol fantasztikus hangulat van, több mint 15 ezer szurkoló látogatott ki a mai mérkőzésre, tényleg eszméletlen milyen sokan eljöttek, és hát Kanada egy elég jó válogatottal jött el, és már is egy lehetőség, lövés, gól! Fantasztikus góltől Kanada, és ezzel megszerzi a vezetést a vendégcsapat. Nagy gól volt, azt kell mondjam nektek, ti is láthatjátok, eszméletlenül belőtte, 1-0 Kanadának a második perc 13-nál. Hát nem baj, elég korán itt ez a gól, de hát legyünk őszintén egymással, ez egy gálamérkőzés, szóval nincsen semmi baj. Lényeg az, össze kell szedni magunkat, nem kell most összezolni, mert kaptunk egy gólt, tavaly is így kezdődött, ha jól emlékszem, de nem, mi lőttük az elsőt, és kaptunk rá kettőt, de mindegy, nincsen semmi baj, alapvetően tényleg fantasztikus a hangulat, és egy olyan csapattal játszunk, aki nem sokára már a VB-n kell, hogy bizonyítson, szóval nekik már tényleg mondjuk úgy a célegyenesben a felkészülés. A mérkőzés előtt volt visszavonultatás, több kulcsjátékostól is elköszönt a magyar jégkorong válogatott. Köszönjük például Nagy Gergőtől, elköszöntünk Magosi Bálintól is, és hogy volt, aki több a játékosoktól elköszönt a jégkorong szövetség. Úgyhogy ez történt, de miért menjünk is tovább, jön az első harmad, az MVM Dombó fantasztikus hangulatba. Reméljük, hogy látunk magyar gólokat a mai napon. Hajrá Magyarország és hajrá magyar jégkorong! Magyar korongvesztés, nagy játékövés, védekapus. Tomé felé! Nagyon helyzet, Tomé és Pirinton védés! Mindig válik ő! Asszony, hogy ütködés! Fáves, óriási védés! Kiállítás lesz a magyar válogatottban, McBain büntetés, Elinson fog kiülni. És bármilyen. 11 perc telt el az első harmadból, és a magyar válogatott 1-0-ás vesztés rá a Kanada ellen. Colton Parayko góljával vezetek egyébként a vendégek. Fantasztikus gólt jött Parayko, óriási lövés volt nagyjából a kékről, és fantasztikusan bement a terén felső esélyen volt Bálisnak. És ezen felül is azért többször veszélyeztetek a kanadaiak, nagyon sok hibával játszunk, rengeteg az eladott korong. Egyelőre megoldjuk ezeket a szituációt, reméljük, hogy megtudjuk a folytatásban is, reméljük, hogy lesznek magyar gólok. Jön az első harmad, második fele, innen az MVM Domból. Pirinton vég! Van a lehetőség, abból lehet egy lövés is akár! Pirinton, ott a kapu előtt, ott a visszajökorom, Pirinton! A St. Louis Blues kapusa van, fantasztikus védéssel fogja a pakkot! Pak! Ráhúzzuk! Ott van Pirinton! Másodpercek vannak hátra, és Kanada ezt megoldja. Itt a vég az első harmadnak, Magyarország, Kanada. 0-1 perc játék után, itt az NBA Domban. Nem játszunk rosszul, de több fog elni, mert Kanada rendkívül gyors hokit játszik ellen. Dobták a korongot, amelyet a kanadai válogatott hozott el, 1-0 az első harmad után, és a kanadaiak már támadnak is, már benne is vannak a harmadban, és elmegy keresztbe a pak. Véget ért az első harmad, és már a második is elkezdődött, abban is 1-0 vezet Kanada válogatott, a Parayko góljával, ez egy lehetőség Kanadánál, de a magyar védelem tisztelt. Szóval 1-0 vezet Kanada, és azt kell mondani nektek, a első fél lében az első harmadnak, és jobban játszott Kanada, és a másodikban is nem nagyon tudjuk követni ezt a sebességet. Kanada sokkal gyorsabban játszik, sokkal több ütközéssel,
mi egy kicsit úgy érzem, hogy meg lennénk kicsit szeppenve itt a világsztároktól, kicsit azért jobban bele kell állni a párharcokba, és ami szintén fontos, hogy nagyon sok hiba van, rengeteg rossz passz van, amit a kanadaiak megszereznek, és ebből is sokszor volt, hogy veszélyes lehetőséget tudtak kidolgozni. Bálisnak köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt, közben magyar lehetőség, de simán megakadályozzák sajnos Balló Vilmost abból, hogy kapura törjön. Úgyhogy így állunk, a hangulat abban is nagyszerű volt, macidobálás, én is adok egy nagy macit, egyébként ezt a TikTokon láthatjátok is. Szóval nagyon-nagyon jó volt ez a, szerintem ez a mondjuk úgy pozitív gyűjtési szándék, közben egy lehetőség, de nem elakadt sajnos a blogban. Úgyhogy ismás átra jön a második harmadik az MVM dombból, hajrá Magyarország, hajrá magyar jégkorong, és sok sikert Kanadának is a mai mérkőzése. Meglátjuk, hogy lesz-e gól a magyaroknak, remélem, hogy legalább egyet vagy kettőt azért szerzünk, jó lenne, hajrá magyarok! Szóval tovább teszik, de rossz megint ott egy hiba Bális. Magyar lehetőség, és itt kell megindulni, lehet, hogy már a harmadon belül, ott a passz lövés, Filippo védés. Bunting, leteszi, lövés. És 2-0-ra vetett Kanada. Hát nem volt esélye Bálisnak, ez egy ajtóablak, aki gyártott viccer volt. Nagyon sima gól, 2-0 Kanadának. Sajnos. Ott a pak mellé kimarad, szerencsék volt, de még ott a kipattaló Báli jön feláldozóan. Magyar lehetőség, kitörünk és kimarad. Visszateszünk, visszajön, na, ebből talán lehet valami, vett a pak mellé. Túl vagyunk már a második harmad felén is, és 8 perc 27 van hátra a második játékrészből, a második harmadból. És hát a magyar válogatott sajnos kapott még egy gólt, már 2-0-ra vezetnek a kanadaiak, és Byram igazából ajtóablak zicserbe került, és maga biztosan lőtte a Bális mellett. És egyébként a meccs felénél kapust is cseréltünk, és a Bális lejött helyre, pedig Horvát érkezett a kapuba. Hát azt gondolom, hogy azért mindenki kap játék lehetőséget, mégiscsak egy eléggé komoly csapat ellen lehet játszani. Közben egy nagy lehetőség, és mi maradt ki Kanadánál, nagy szerencsénk van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mérkőzés teljesen rendben van egy olyan részünkre. Vállalható, vannak lehetőségeink is, már azért Billingtonnak is kellett nagyot védenie, és várjatok, mert itt most van egy újabb lehetőség, de hát Parayko rányomja Varga Balázst a palánkra. Úgyhogy így állunk, abszolút fantasztikus hangulat van, tényleg jó ma itt lenni, és azt gondolom, hogy tényleg ezt így egy hoki ünnep, ahogy tavaly is az volt, ez most idén is az, örülök, hogy itt lehetek. Szóval, és ezután is köszönöm a Magyar Jégkorong Szövetségnek a meghívást. Szóval abszolút azt gondolom, hogy nagyon jó a hangulat ismételten, és aki eljött, az nem csalatkozik, mert tényleg nagyon jó a szurkolás és a hangulat is, és a meccs is nagyon jó, nagyon jó, gyors irama van. Tényleg majdnem egy NHL szintű sebességű meccset láthatunk, tényleg nagyon jó, és ez jó látni, hogy a magyar srácok felveszik a kesztyűt. Úgyhogy jön a második harmadnak, nagyjából még hátra van 7 perc. Hát reméljük, hogy látunk magyar gólt, jó lenne, ha azért egyszer örülhetne az aréna népe, hogy magyar gólt láthattak. Úgyhogy hajrá Magyarország, hajrá magyar jégkorong, sok sikert Kanadának is, jöjjön a második harmad, utolsó 7 perce innen az MVM dombból. Jó kanadai lehetőség, és Horváth védés. Lesz jó. Jaj, és nagyon-nagyon üreset hagyott lehetőséget. Owen Power belő, és ezzel 3-0-ra vezet már Kanada a magyarok ellen a második harmad végén. Most érkezik. Számoli lövés! Billington mit védett? Óriási védés a Blues kapusától. Lövés, Billington! Szóval hátra a harmadból, és ez lesz a harmad vége. Magyarország, Kanada 0-3. 2-3 után itt az MVM dombban. Magyarország!
elkezdődött a harmadik itt az MVM Dome-ban, tehát most fantasztikus hangulatban, és most átjöttünk a másik oldalra, és egy magyar lehetőség, és jaj, rosszul toljuk meg a pakkot, Dekár érte. Szóval itt vannak egyébként a magyar szurkolók, és tök jó szurkolnak ott mögöttem, nagyon jó hangulatot teremtenek, és azt kell mondanom nektek, tényleg jó hangulat van, és egy nagyon jó újremú mérkőzés ez a mai. Nagyon jól játszik ezen a mérkőzésen a magyar csapat, ahhoz képest, hogy nyilván egy más szint, de teljesen azt gondolom, hogy sokszor partra tudunk lenni a kanadaiakkal, odaállunk, próbáljuk felvenni a sebességet, nyilván azért, amikor jobban megnyomják, akkor azért nyomozzunk el a pakkot, de azt gondolom, hogy ez nincs ez sem baj, hát ennyi van a két válogatott között, hát van ennyi a két válogatott között, zene szünet miatt itt meg kellett állni, és azért azt gondolom, hogy nincs ez sem baj, ha gólt tudnánk szerezni, azért ez mindenképpen jó lenne, ennyi kilátogató szurkoló megérdemelne egy gólt, mert tényleg jó hangulatot csinálnak. Én azt gondolom, hogy azért lesznek lehetőségek, reméljük, hogy egyet be tudunk lőni, bár Billingtonban nagyon jól véd. Hát meglátok, hogy mit tartogat a hátralévő nagyjából 17 perc. Jöjjön az utolsó harmad, én az MVM Dombol, hajrá Magyarország és hajrá magyar jégkorong. Lehetősége van a vendégeknek, keresetet pak! Helyzet övé! Sok a lehetőség, Billington VT! Terbócs, adta ki a lehetőséget, Dekár érte! Letett pak, lövés, elmegy keresztbe! Lövés! Mi maradt ki? Egy jó előre tett korong a magyaroknál, és ebből lehet valami lövés! Volt, aki pattanul, de nem érünk oda, sajnos sem jönnek is, hozzá ez már a bal szélen leteszi, lövés, horvát védés. Metnén bulizik, és el is hozzák a kanadaiak. Alexiák emelik ki a pakkot. Két percen belül vagyunk, ami a hátralévő játékidőt illeti. Továbbra is 3-0-ra vezet Kanada válogatottja, de viszont ebben a harmadban már sokkal több magyar lehetőség volt, de egyelőre nem tudunk még mindig gólt szerezni, vagy pedig Billington véd fantasztikusan, tényleg nagyon jól véd ma plusz 3-re, nélkül nem menne ezért szerintem ilyen simán Kanadának, de a kanadaiak is a rengeteg lehetőséget dolgoznak ki, és horvátok is van a munkája bőven. Én azt gondolom, hogy egy gól még benne lehet ebben a meccsen, maradék 6 perc 20-ban, meglátjuk, esetleg a magyarok szerzik-e, örülnék, hogyha lenne egy gólunk. Hát bízunk benne, hogy sikerülni fog, közben lehetőség elmegy keresztbe. Úgyhogy jöjjön az utolsó 6 perc az MVM Dombon. Nézőcsúcs mellett majdnem 15 ezeren vagyunk, úgyhogy tényleg fantasztikus ma itt lenni. És tényleg még egyszer köszönöm a Magyar Jégkorong Szövetségnek, hogy eljöttek és itt ezek az MVM Dombon. Tényleg egy fantasztikus élmény újra itt lenni és nézni a magyar válogatottat Kanada ellen. Úgyhogy nincs is más hátra, jön az utolsó 6 perc az MVM Dombon. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Jégkorong, és sok sikert kívánok Kanadának is. Nem sikerült papnak a megcserélés, állj ide kár érte, és előttünk közben birkózzak a fiúk. Extra volt. Hátszös korong lövés, kapás volt. Óriási gól. Eszméletlen gólt tölt Kanada, és ezzel ember előnyöz góllal egy perccel a vége előtt. 4-0-ra növelik az előnyt. A vendégek nagyon nagy gól volt, kapásból óriási gólt lőttek le a kalappal. És vége a mérkőzésnek. Felállva ünnepli a magyar jégkorong válogatottat az MVM Dome közönsége. Függetlenül, hogy a végeredmény 4-0 Kanadának, fantasztikus hangulatban ünneplik a srácokat, a nézők, eszméletlen szurkolás. Magyarország Kanada 0-4, az a fontos, hogy 15 ezer ember ünnepli a fiúkat, tényleg eszméletlen teljesítmény volt. És most jubiláló! Thank you.
Véget ért a mérkőzés itt az MVM Domban. Fantasztikus hangulat és egy igazán komoly sebesség és minőségű jégkorong, és 0-4, a mi szempontunkból Kanada nyert 4-0-ra, de nagyon jó meccs volt, jó sebességgel, tényleg azt éreztem, hogy majd, hogy nem egy igazi NHL meccsen, vagy tényleg nagyon jó iram volt, Kanada igazán jó fizikális hokit játszott, jó gyorsan tették-vették a pakkot, néha nem is tudtuk, hogy hol van ez az igazság, de nagyon jó volt, egy nagyon jó mérkőzés volt, és én nagyon éreztem magam, és ezután is szeretném megköszönni a Magyar Jégkorong Szövetségnek, hogy elhívtak erre az eseményre, és újra itt lehettem, és forgathattam nektek egy nagyszerű vlogot, remélem ti is éreztetek a tartalmat. Én szerintem egy nagyszerű élmény volt, abszolút fontos kiemelni, hogy Magyarországon nézőrekord dőlt, majdnem 15 ezer ember volt kíváncsi egy jégkorong mérkőzésre, extra, nagyon komoly nézőszám, reméljük, hogy a következő ilyen eseményen meg is döntjük, és már 15 fölé el fogunk menni, én bízom benne, hogy sikerülni fog, és hát ne felejtjük el, hogy akár jövőre Kanadával a világelitben is találkozhatunk majd, hiszen jövőre a magyar válogatott ott lesz a világ 16 legjobb jégkorong csapata között, ez kimondani is fantasztikus, hiszen ugye azonnal visszajutottunk a divízió 1 per A-ból, hogy a videó ellen is elmondtam. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt ma itt lenni, büszke vagyok a válogatottra és büszke vagyok a csapatra, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk, elkezdtünk fiatalítani, megújulni, csak így tovább, és bízunk benne, hogy jövőre pedig egy újabb bravúr következik, és bent maradunk a világelitbe, de jó is lenne. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog, én köszönöm szépen mindenkinek a kitartó figyelmet, remélem jól szórakoztatok, én gratulálok a magyar válogatottnak a feljutáshoz és az idei szezonhoz, azért voltak jó, rosszabb pillanatok is, de összességében abszolút pozitívan záratjuk ezt az esztendőt, és hát ne felejtjük el, jövőre a Volán indul a BL-be is, úgyhogy lesznek azért jó kis jégkorong tartalmak is majd itt az oldalvonalon, a foci mellett, és szintén fontos megemlítenem azt is, hogy remélem, hogy ugyanilyen sok néző lesz az összes többi magyar mérkőzésen is, már itt gondolok itt főleg a Volán BL meccsére, a Volán osztrák meccsére, szóval lesz itt bőven választék ősztől kezdődően. Ami szintén fontos, ha tetszett a tartalom, osszátok majd meg, nyomjatok egy lájkot a videóra, és ne felejtsétek el feliratkozni az oldalon a YouTube csatornájára, és kommentet nyomni lentre a komment szekcióba. Ezt előre is köszönöm szépen. Köstök be a közösségi médiás felületeken, várlak benneteket az Instagramon és a TikTokon, ahol személyes profilom az ember Normin fogta tudni majd megtalálni. Remélem találkozunk ezeken a felületeken is, köszönöm szépen előre. Valamint, ha szeretnéd támogatni az oldalon a működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőséged a PayPalon, melynek linkjét a leírásban megtalálod. Tudod támogatni az oldalon működését még Revolutján, igen, ezt megtalálod majd a leírásban, szintén csak eszembe jutott, és tudsz támogatni a szuperköszönet segítségem, mert a lágom mellett majd jobbra találsz meg. Úgyhogy ennyi lett volna majd, még egyszer köszönöm szépen mindenki a kitartó figyelmet. Kanada-Magyarország 4-0, Magyarország-Kanada 0-4, kinek hogy tetszik jobban, de ez teljesen rendben volt, tiszta sejtállás volt a javából, és hoki ünnep 15 ezer emberrel, jó volt ma itt lenni. Találkozunk a további tartalmak arat is, hajrá Magyarország és hajrá Magyar Jégkorong, sziasztok!